Balogh Géza szobrászművész, Fülöp Erik polgármester és Murányi Levente 56-os szabadságharcos közösen adták át Pongrácz Gergely emlékművét Tiszavasváriban. A település a forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára meghirdetett országos pályázaton nyert támogatást a szobor állítására. Nagy örömmel vettük az értesítést, hogy támogatásban is részesült ez a kezdeményezésünk. Mintegy 2,5 millió forint pályázati támogatást kaptunk, amelynek egy kis önerővel történő kiegészítésével tudtuk felállítani a mögöttem látható Pongrácz szobrot. Pongrácz Gergely a forradalmárok vezére volt, az ő vezetésében harcoltak a nemzeti függetlenségért a Korvin közben 1956-ban. Murányi Levente szabadságharcos testközelből élt át az eseményeket, fegyverrel harcolt a magyar szabadságért, 56 után több évig raboskodott. Beszédében kiemelte, Pongrácz igazi vezéregyéniség volt a felkelők között. Bár sokan támadják ma már, nyilván hátsó szándékokkal, de én ott, az ott élő, bár 16 éves gyerek voltam, de az ott élő ember, tudom, hogy a Korvin köznek a ellenállási hatékonyságát az ő szervezésében sokkal jobban működtető volt, sokkal jobban hatékonyabb volt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a nemzeti szabadság céljait ő szolgálta a forradalmárok közül leginkább. Én őt tartom 56 legnagyobb forradalmi parancsnokának. A rendezvényen az is elhangzott, Pongrácz Gergely a legnagyobb létszámú ellenállási csoportot vezette, ahol öt testvérével közösen harcolt a hazafüggetlenségéért.